Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Ebben az esztendőben is a Lovasi László Gimnázium tornacsarnokában rendezték meg a Veszprém Városi Pedagógus Napot, ahol négyen verték át a Ranolder díjat. Ebben az esztendőben közreműködött a műsorban a Lovasi László Gimnázium kamarazenekara. Veszprémben évről évre megrendezzük pedagógus napi ünnepségünket, mely nagyszerű alkalom az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok iránti tiszteletünk és megbecsülésünk kifejezésére. A tisztelet és megbecsülés azonban az év minden napján megilleti önöket. Önöket, elhivatott oktatókat és nevelőket, akiknek gondjaira a legfiatalabb veszprémiek fejlődését és boldogulását bíztuk. Önök, pedagógusok, Veszprém és Magyarország jövőjének szolgálatában állnak. Önök valamennyien magasan képzett, kiváló szakemberek. Szakterületük nagy tudású képviselői, akik nap mint nap megosztják ezt a tudást és ismereteket az osztálytermekben tanítványaikkal. A tudomány és a technológiai fejlődés világában, a tudásalapú társadalmakban elképzelhetetlen a jelen és a jövő nagy tudású, jól képzett pedagógusok nélkül. Az önök szép hivatásának értelme mégsem a szaktudásban, hanem az elhivatottságban rejlik. Meggyőződésem, hogy csak elhivatott oktatók és nevelők képesek rá, hogy megérintsék tanítványaik lelkét, és egész életre szóló, igaz tudással gazdagítsák azt. Szeretettel és tisztelettel gratulálunk a Regina Televízió nézői nevében is ebből az alkalomból, hogy megkapta a Ranolder díjat. Ön a pedagógiai hivatásnak az egyik olyan szegmensét választotta, amelyik talán, és ezt bizonyára meg tudják erősíteni sokan, a legnehezebb. Ez a gyógypedagógia. Sokan gondolják így, hogy a legnehezebb. Mi, akik ezt a foglalkozást választottuk, aztán évtizedek, évek során itt maradtunk, ide szegeződtünk, hivatásunknak tekintjük, rendkívül sok szép területét, szépségét látjuk meg, éljük meg nap mint nap, és mindig visszaszáll ránk az a sok szeretet, amivel mi közelítünk a tanítványainkhoz. Igen, ők a Báci iskolának a növendékei. Hányan vannak most a gyerekek? Most 120 gyerek jár a mi iskolánkba. Első osztályban kezdik a tanulmányaikat, az általános iskola után készségfejlesztő szakiskolában, illetve
OK és szakmát adó szakiskolában folytathatják nálunk. Ezen kívül a módszertani intézmény keretében utazó gyógypedagógusi szolgálatot működtetünk. A város és a járás fenntartótól független működő intézményeiben, óvodától középiskoláig látjuk el az integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű gyerekeket, jelenleg 425-öt. Említette, hogy a gyerekekkel igen jó a kapcsolatuk. Vajon milyen a szülőkkel? Természetesen velük is. A mi iskolánk nem választható, kijelölt iskolaként működünk. A tanulási képességvizsgáló szakértői bizottság jelöli ki a gyerekek számára. Éppen ezért nehezebb ez az indulás, mert innen kell bizonyítanunk azt, hogy bár gond van, bár nehézség van, akkor szeretik jól a gyereküket a szülők, ha elfogadják, hogy valami sérüléssel küzdenek, és odaviszik, ahol a legnagyobb szeretetben, a legtöbb szaktudással teljesedhet ki a személyiségük. A laudációban elhangzott, hogy az ön személy szerint, most önről van szó, konfliktuskezelő képessége valami fantasztikusan jó. Mire lehet ezt építeni? Milyen háttér kell hozzá? Talán a személyiségemből fakad, azt gondolom, hogy hoztam otthonról is magammal valamit gyermekkoromból, amit a mai napig hálával köszönök a szüleimnek. Azt gondolom, hogy olyan stabil értékrendet mutattak, abban nőttem föl, ami mentén tisztelem a körülöttem lévő embereket, a megelőlegezett bizalom nálam mindenkinek jár. A fenntartó szerveket ilyenkor nem nagyon szokás megkérdezni, vagy nem nagyon szokás irántuk érdeklődni, vagy mennyire tudnak önöknek segíteni túl azon, ami a kötelességük? Én azt gondolom, hogy a mindenkori fenntartóval nagyon jó viszonyunk volt, amikor önkormányzathoz tartoztunk akkor is, hiszen jelenleg is ápoljuk ezt a kapcsolatot, mert az integráltan neveltek megsegítése az az óvodákra is kiterjed. A tankerületi központ vezetősége, munkatársai nagy szeretettel fordulnak mindig intézményünk felé. Mi lehetnénk ilyen partvonalon kívüliek, mert egy kicsit kilógunk mindenből, de én úgy gondolom, hogy megkülönböztetett figyelmet és szeretetet érzünk. Azok a kedves nézők, akik figyelik adásainkat, bizonyára emlékeznek arra, hogy több alkalommal is meglátogattuk mi már önöket az iskolájukban, és azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek valami elképesztő harmóniában, nem tudom, jó ez a szó, élnek önökkel, akik nevelik, tanítják, oktatják őket, láttunk például zenei bemutatót, kis verseket, egyebeket. Mi az, ami emögött áll? Az elfogadás, a tisztelet, a szeretet. Elhitetni velük, hogy ők is nagyon sok mindenre képesek. Az az első dolgunk, hogy szeretettel közeledjünk feléjük. Először szeretni, aztán tanítani szoktuk ezt így mondani, mert fordítva nem lehet. És az a munkánknak a célja is, hogy elhiggyék, hogy ők is nagyon sok mindenben tehetségesek, és ez meg is mutatkozik. Attól, hogy valakinek a tanulásban nehézségei vannak, akadályokba ütközik, ugye nevezik ezt úgy is, hogy tanulásban akadályozott gyerekek, attól még a személyiségük bontogatása során kiderül, hogy gyönyörűen énekel, kitűnő színjátszó, sportoló, rajzolni tud, és mi ezeket a képességeket fejlesztjük. És gondolom, hogyha azzal a gondolattal zárom le, hogy igen, megállják a helyüket az életben, meg tudja erősíteni. Igen, egyre inkább bízunk benne, hogy most, hogy már szakiskolai képzésünk is van, és OK is szakmát is tudunk a többség kezébe adni, hogy sikerül adott esetben a nehéz szociokulturális körülmények között élő családokból is talpon maradni. A legkisebbekkel foglalkozik. Azt mondják, hogy ebben a piciny korban, tehát 3-tól 7-8 éves korig talán a legfogékonyabb az agy, és ami a legfontosabb, a lélek. Miképpen látja ezt az, aki hosszú évek óta ebben a pályában van? Ez valóban így van, és a gyerekeknek a legfontosabb ebben az időszakban ilyen a nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör. A gyerekek számára ilyenkor tényleg nagyon fontos az, hogy a befogadó közösség, az óvoda, hogyan fogadja őket beszoktatás alkalmával, és hogyha már ez az első pillanat meghatározóan kellemes, akkor az végigkíséri az egész óvodai életet. Ha már erről a meghatározásról beszélt, akkor a szülőkkel
Vajon hogyan lehet a kapcsolatot úgy építeni, hogy a gyermek számára, az óvoda számára, illetve mindenki számára ez gyümölcsöző legyen? Megpróbáljuk a szülői hátteret, először is a szülőkkel szülői értekezletet tartunk, és ott már felderítjük, hogy a szülők otthon milyen szokásrendszert építettek ki, próbálunk erre alapozni, velük együtt nevelni, formálni ezeket a picin gyermekeket. Évek óta arról híresek, hogy a zöld programnak részesei, miképpen indult ez? A zöld program ez országos szinten elindult, mi is bekapcsolódtunk ebbe a program sorozatba, és elmondhatjuk azt, hogy most már az örökös zöld óvodáért írtunk pályázatot, és reméljük, hogy majd meg is fogjuk nyerni. Sok hivatásra, pályára mondják azt, hogy nincs utánpótlás, vagy az óvónőiben van-e, ön lát-e utánpótlást? Hát igen, az utánpótlás ez egy nehéz kérdés, most országos szinten sajnos hiány szakmaként említhetjük, nagyon kevesen maradnak a pályán, vagy nem is jönnek a pályára, és igen, mi szeretnénk felkarolni a fiatalokat, többek között én is szeretném, hogyha mentorként egyre több fiatal jönne hozzánk, és segíteni őket a pálya elindulásában. Gratulálok még egyszer a tévénézők nevében is, és további nagyon sikeres éveket kívánok. Köszönöm szépen. Külön tisztelettel gratulálok a Regina Televízió nevében is, és a nézők nevében is természetesen. Hát egy hölgynél nem illik mondani ezt, hogy hány év, de hát hosszú évek állnak a hátam mögött, amire nyilvánvalóan büszke is. Hogyan kezdődött? Mi volt az, ami a pedagógus pályára elhívta? Nagyon-nagyon régen volt ez a dolog, igen, több évtizeddel, és az én munkámban az a szép, hogy az én általam tanított tárgyak, a magyar, a dráma és az iskolai feladataim most már a Vetési Gimnáziumba. Azért nagyon szép, mert az oktatási és a nevelési feladatok összefonódnak. A gyerekek a drámapedagógiai módszerek segítségével és technikáival tanulnak az óráimon, és az egyéb feladataimban is ezekkel a technikákkal dolgoznak, magyar órákon is, hogyha van rá lehetőség, és ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy a tudás személyessé váljon, és a tananyag átadása élményszerű legyen. Az információk és az ismeretek átadása mellett a gyerekek személyisége is fejlődik, és azt gondolom, hogy élményszerűbbé válhat így az óra. Megismerik önmagukat reálisabban, a körülöttük lévő világot, kreatívabbá válnak, és ez nagyon-nagyon öröm számomra. Mennyire könnyű ma a 21. században, a technika századában megnyerni a fiatalokat, a gyerekeket, akik, valljuk be őszintén, leggyakrabban a számítógép, vagy éppen az okostelefon mögött állnak, ülnek? Azt gondolom, hogy ez kommunikáció kérdése, és nekem soha nem okozott gondot az, hogy a gyerekeket megszólítsam, valahogy úgy mindig úgy alakult, akármilyen korosztályt tanítottam, hogy harmóniába tudok velük együtt működni. Én azt gondolom, hogyha motiváló és ösztönző a feladat, és kihívást is jelent számunkra, és esetleg netán önmagukról vagy a társaikról is szól, akkor van kedvük hozzá. Nekem nem nagyon szokott gondot okozni az, hogy passzívak lennének a különböző módszereim alkalmazásánál. Az előbb említette a motivációt, ezzel kezdtem én is az első kérdésemet, egy picit kitért előle. Ön személyesen annak idején, amikor ezt a hivatást választotta, mi motiválta? Családi háttér? Az ön tanítói, tanárai? Gyerekkorom óta szerettem volna tanár lenni, mert mindig élt bennem a vágy arra, hogy megosszam a tapasztalataimat másokkal, vagy az érzéseimet és a gondolataimat. És utána, amikor elvégeztem a főiskolát, később az egyetemet, azt gondolom, hogy a módszertannak a megtalálása volt nagyon fontos, mert minden tanárnak saját módszertana van, aminek a segítségével az adott tudásanyagot vagy ismeretanyagot átadja. És én így találtam rá a drámapedagógiai módszerekre, amit önálló tantárgyként is, és a magyar irodalom és nyelv óráimon is alkalmazok. A nézők nevében is szeretettel és tisztelettel gratulálok a Ranolder díjhoz. Férfiként kapta a díjat, de úgy is kezdhetném a kérdést, hogy férfiként kapta a díjat? Másképpen, mennyiben más egy férfi pedagógus munkája, mint a hölgyeké, akik azért mégiscsak többségben vannak a pályán? Igen, ez valóban így van, de azt kell tudni, hogy mi előbb lettem mérnök és utána tanár.
De hát nyilván a pedagógus pálya pillanatnyilag a hölgyeké, de én úgy gondolom, hogy a mi iskolánkban, amelyik szakképző iskola, ott azért van nagyon sok férfi ember, és ez így van rendjén. Fiúkkal vagy a leányokkal könnyebb ilyen tizenéves, tínédzser korban bánni? Tulajdonképpen mindkettővel könnyű és mindkettővel nehéz. Ez attól függ, hogy az adott szituációban hogyan találja meg az ember a hangot velük. Kevesen mondhatják el magukról azt, hogy nem csak a lelkekben ültették el a szellemiségüket, hogyha ezt a megfogalmazást egyáltalán lehet fogadni így, de fizikálisan is megtette ezt, hiszen a nevéhez fűződik az iskolának egy létesítménye. Melyik ez és miért? Igen, hát az iskolának egy ilyen udvari tervezője vagyok, voltam, és remélem, hogy leszek, és nagyon szívesen használtak engem az iskolák igazgatói, és én szívesen álltam rendelkezésre. Egy komoly munka volt a Táncsis Tornacsarnok, amely egy meglévő épülethez való nagyobb létesítménynek a hozzáépítését jelentette, és hát ezt olyan módon tettük, hogy a vállalkozói ajánlatokhoz képest mi annak egy negyedéből hoztuk ki ezt a munkát. Így nyár elején illik megkérdezni, ugye tanár úr pihenni fog? Igen, egy nyár elején egy továbbképzésen veszek részt, és akkor utána feltehetően pihenni fog. De pedagógusoknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy a nyáron rehabilitálódjanak, és újabb erővel és megújult erővel szeptembertől májusig, júniusig tudják tartani a frontot. Díjazták a kistelepülések pedagógusait is, az ünnepségre Veszprémben a Hangvillában került sor, a következő összeállításunkat innen hoztuk. Nagy megtiszteltetés, hogy itt hálhatok Önök előtt, és egyben öröm is, hogy a mai napon együtt ünnepelhetjük, és ismerhetjük le azt a munkát, amit Önök 365 napon át végeznek fáradhatatlanul. Sokan csak tanulmányi eredményekből, a minél szélesebb lexikai tudás átadásából szűrik le a pedagógusok munkáját. Holott ez a hivatás sokkal több annál, mint hogy gyermekeink elsajátítsák a szorzótáblát, megtanulják az írást, olvasást. A pedagógusoknak ennél sokkal nagyobb a felelőssége, és ahány gyermek és szülő, annyi különböző elvárásnak kell megfelelnie.
A jó pedagógus igazságos, aki ha kell, megvédi a gyengébet, és igazságot teremt a kicsi gyermekek óriás problémáiba. A jó pedagógus példakép, aki ha kell, saját életével és döntéseivel segíti a szülőket és a gyermekeket a nehézségekben. A jó pedagógus következetes, aki ha kell, vállalja a kritikát annak érdekében, hogy a rábízott kis életek a jövőbe is megállják a helyüket a világba. A jó pedagógus szeretetteljes, aki ha kell, vigasztal, meghallgat, saját vállára veszi mások problémáit. A jó pedagógus a gyermekek szemébe egyben tanár, pszichológus, harcostárs, vezető és szülő. Hány meg hány olyan tulajdonság, amiben egyébként sem könnyű megállni a helyünket, nemhogy egyszerre, miközben fejlődő kis személyiségek tucatjaiért vállal felelősséget minden egyes nap. Szerintem nincs olyan ember, aki ne tudna felidézni gyermekkorából egy olyan pozitív élményt, ami egyik tanárához kötődik, és ami lehet, hogy később sorsfordító volt az életében. 2007-ben kezdődött el ennek a díjnak az odaítélése, és ezúton is szeretném megköszönni Horváth Zsoltnak, az akkori országgyűlési képviselőnek, hogy eszébe jutott az a gondolat, hogy a pedagógus munkája nem fejeződik be akkor, amikor kilép az iskola kapuján, hiszen főleg kis településeken az a pedagógus, aki délelőtt testnevelő, az délután a foci csapat edzője, az énektanár vagy a tanító délután a kórust vagy a néptánc csoportot vezeti, vagy éppen más közéleti tevékenységet folytat, és valóban amellett, hogy tanít, oktat, teljes személyiséget fejleszt, a közössége javulásáért, a közösség szellemi-lelki gazdagításáért tesz sokat. Díjat alapítottunk 2019-ben, mégpedig Gárdonyi Géza híres kislegényének, a Lámpásnak a díját. Ilyen egyszerűen csak Lámpás a díj neve. Gondolom nem kell önöknek mondani, hogy a Lámpás az a néptanítókról szólt. Megint meg kell dicsérjem képviselő urat, mert általános iskolai emlékeit hozta elő itt ő a beszédébe. És akkor ehhez én tudok most csatlakozni, mert mi is úgy gondoltuk, hogy vannak azok a pedagógusok, azok a kollégák, akikről néha-néha érdemtelenül hajlamosak elfeledkezni sikeres felnőtt emberek. Ugye bizonyára mindannyian emlékszünk ilyen interjúkra, beszélgetésekre, ahol azt mondja a sikeres felnőtt, hogy hát ő nagyon boldog és hálás a régi iskolájáért, mert ebben az XY jó nevű gimnáziumban érettségizett. Igen, örülünk neki, biztos. Csak hogyan jutott el odáig? Azért arról is illenék megemlékezni, és a képviselő úr ugye éppen arról emlékezett meg, hogy ki az, akinek ő sokat köszönhet, és a pályaválasztásban, illetve a továbbtanulásban megalapozta az ő életét. De úgy gondoltuk, hogy mi kifejezetten azoknak a kollégáknak szeretnénk köszönetet mondani és díjat átadni, akik ebben a kevésbé látványos, de annál nehezebb feladatban vesznek részt és segítik a fiatalokat. Hát először is a magunk és a televízió nézők nevében is szeretnék gratulálni a ma átvett díjhoz, és hát nagyon elgondolkodtam rajta, hogy biztos, aki nagy településen él, nagyon sok diákkal találkozik, de ezeknek a kis közösségeknek, mint egy kis település, talán még értékesebbek ezek a kapcsolata is itt, és azért gondolom jelentős mennyiségű gyermekről van szó. Igen, pontosan így van, ahogy itt a országgyűlési képviselő úr is elmondta, hogy vannak pedagógusok, akik tanítják a gyerekeknek a gyerekeit, aztán a gyerekeknek az unokáit is. Hát körülbelül ebben a helyzetben vagyok én is, és emiatt szerencsésnek is érzem magam, mert néhány évtől eltekintve a pályám elején az összes pedagógusi évemet Urkuton töltöttem. Tehát abszolút ismerem ezeket a kapcsolatokat.
Mennyi idő volt, mire egyébként sikerült ebbe a kisközösségbe betagozódni, megtalálni azokat a feladatokat, azokat a pontokat, ahol a közösségért többet lehet tenni, mint egyszerűen csak gondoskodni a gyermekek napközbeni ellátásáról, tanításáról? Számomra ez is könnyű volt, tudnélik, én onnét származom. Tehát gyakorlatilag belenőttem ezekbe a feladatokba, láttam a családban, az ismeretségi körben, a rokonságban, úgymond az idősebbektől láttam a példákat, és nagyon könnyű volt belenőni ezekbe a szerepekbe. Ez a mai átadott díj és ennek a hagyománya azért ezt próbálja erősíteni, hogy ezeknek a közösségeknek, a közösségekért elvégzett munkának van értéke, és igenis meg kell becsülni. Látható egyébként, hogy ezt a felnövekvő új generáció fiatal pedagógusok is így gondolják? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az elismerés az mindig erősíti a követendő példákat, és csak üdvözölni tudjuk ezt a kezdeményezést, hogy elismerést kapunk a munkákért, illetve megerősítést abban, hogy jól tesszük a dolgunkat, amit nagyon remélünk. Generációk nőttek föl, amióta ezt a közösségerősítést és a hagyományőrzést erősíti a településen. Ennek mik egyébként azok a kézzelfogható fejlődési nyomai, amiket mondjuk nagyon szívesen megemlítene? Talán leginkább az, hogy most már a fiatalok kezdik átvenni, vagy legalábbis ugyanúgy belenőni ezekbe a szerepekbe, mint ahogy valamikor én is kezdtem, és jutottam el ide, és nagyon remélem, hogy nagyon sokan fogják még ezt az utat bejárni a fiataljaink közül. Szeretnék a televízió nézők és a szerkesztőség nevében is gratulálni ez a díjhoz, és hát engem nagyon elgondolkodtatott őszintén a méltatásban hallott gondolatok, hogy folyamatosan egyfajta mentori munkaként is fogja föl a tanítást. Honnan jön ez a késztetés, és mi ennek igazából a lényegi örömforrása? Mi az, ami igazából örömöt jelent ebben? Számomra a legnagyobb örömöt a gyerekek jelentik. Tehát az, hogy a gyerekek szeretik a matekot, szeretik a tesit, és azt szeretném, hogyha a fiatal tanárok, akik kijönnek az egyetemről, ők is ugyanezt tudnák átadni. Ugye nehéz dolguk van ahhoz, hogy hogyan kell a gyerekekkel bánni, hogyan lehet megszerettetni dolgokat, hogyan tudják elfogadtatni önmagukat, és talán inkább ez vezérel, hogy ők is jobban tudjanak tanítani. Itt a mai díjátadáson nagyon sok olyan pedagógussal találkozhatunk, aki ezeken a kis településeken töltötte gyakorlatilag a teljes pályáját. Itt tapasztalhatta meg hasonlóan a Herendi iskolához. Ez mennyiben jelent egyébként előnyt vagy hátrányt? Első munkahelyem, tehát én azt gondolnám, hogy ez egy nagy előny, hiszen most mondjam azt, hogy aki fényképezett tanítványom volt, az anyukája, a szülőkként járt hozzám, tehát most már a szülőknek a gyerekeit tanítom, és ugye ez egy teljesen más kapcsolatrendszert jelent, amikor jönnek hozzám, mert tudok egyrészt visszautalni rájuk is, másrészt a kapcsolatunk is más, és ők is tudják, hogy az én személyiségemben mi az, amire tudnak támaszkodni, és így sokkal jobb. Nagyon sok új dolgot sajátított el itt a méltatásban, ez is kiderült a tanári pályája folyamán. Miért van ezekre a pluszfejlődési pontokra, nagy lépésekre szükség? A legelső az, már nem hangzott el, az emelt matáknak a bevezetése volt a Herendi iskolában, amikor azt láttam, hogy nagyon sok tehetséges gyerek killódik órákon. Tehát azon, hogy még mindig itt tartunk, még mindig ezzel szőszörgünk, és akkor jött az ötlet, hogy ugyanabban az idősávban két csoportot hozzunk létre, és így egy emelt matek és egy alapcsoport valósult meg gyakorlatilag, és ugye a felvételiknél ez pláne a mai világban már nagyon-nagyon sokat számít. Tehát ez volt az egyik kezdeményezés. A másik pedig, tehát látom én is, hogy túl vannak terhelve a gyerekek, nem mindig szeretik ezt a monoton dolgokat, és hát próbálkozik az ember valami újat bevezetni, amivel mégiscsak jobban lehetne egy picit megszerettetni, vagy továbbvinni a dolgokat. Az, hogy ebben a mentor programban, a mentor munkában is részt vesz, az azt hiszem, hogy hosszú távon biztosít majd további feladatokat, illetve sikerélményeket is. Igen, bár ez azért nem ennyire egyértelmű ez a mentor munka, mert ez ugye úgy van, hogy ha egy fiatal pályakezdő végező, ugye gyakornok, és két évig kirendelnek mellé egy mentort. Na most ugye én, mivel Herenden dolgozom, ha oda vetődik egy fiatal pályakezdő, akkor nagy esélyem van rá, hogy ő az én szárnyaim alá kerül, de ha nem, akkor ugye nem. Tehát azért az én korosztályom kollégái szinte mindegyik képes arra mentori végzettség nélkül is, hogy szárnyai alá vegyen egy kezdőt és segítse. Milyenek egyébként a fiatal kollégák ehhez a
tapasztalat, ezzel a szakmai tapasztalattal, ezekkel az élményekkel itt, és ezzel a közösséggel, amivel hosszú idő óta együtt van. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy kölcsönösen tanulunk egymástól. Tehát abszolút nem úgy van, hogy na ő az öreg majd megmondja, hanem nagyon sokat lehet tanulni a fiataloktól. Sok új ötletük van, hozzáállásuk, kezdeményezőek. Tehát például fiatal testnevelő kollega volt, aki először egy gyakornokon volt, és így utolsó hetekben lehetett hozni rollert, meg mindenféle ilyen járgányt, amivel az udvaron voltunk, csináltunk biciklis versenyt, és a gyerekek nagyon örültek neki. Tehát sokat tanultam én is tőle. Hát ezúton szeretnék gratulálni a tévénézők és a magunk nevében is, és hát hadd idézek föl egy momentumot a életpályájából, a méltatásából. Ön kezdeményezésre nyelvtanfolyamot tartott, és a bevételét közcélokra ajánlotta föl? Igen, igen, így van. Úgyhogy nem akartam a saját javamra fordítani azt az összeget. Volt is helye, ahova tegyem. Nagyon szeretem a német nyelvet, valamikor külkereskedelmi levelező akartam lenni, az ott nem sikerült, de aztán miután már óvónő lettem, eszembe jutott, hogy a gyerekek is szívesen és könnyen tanulnak nyelvet, ezért gondoltam, hogy hasznosítani fogom ezt a nyelvtudásomat, és akkor elvégeztem még egy óvónőképzőt, a német nemzetiségi óvodapedagógust, és akkor, mikor megkaptam a diplomámat, akkor helyben indítottam az óvodában is, aztán azon kívül szabadidőben iskolás gyerekeknek, meg felnőtteknek is nyelvtanfolyamot, és amit fizettek, azt, meg, vagy amit kaptam érte, azt mondtam, hogy felajánlom az óvodának a javára. Úgyis kevéssé voltunk ellátva pénzzel, illetve nincs az a sok összeg, amit ne lehetne elkölteni, és akkor ez így jól jött akkor. Hogy emlékszik vissza egyébként, mennyit változott ez a szakma, ez a pálya, mik azok a szép emlékek, amik mindig meggyőzték arról, hogy ezen a pályán maradjuk, és mik a mai szépségei, mi a mai életnek a szépsége ezen a pályán? Én akkor határoztam el, hogy óvónő leszek, amikor megszültem a lányomat. Akkor döbbentem rá, hogy múltak a hónapok, az évek, hogy ez egy csodálatos szakma lehet. Amikor a gyerekből látom, hogy mit lehet kihozni, a kíváncsiságára alapozni, hogy ez valami fantasztikus dolog, hogy mindenre nyitottak ezek a gyerekek. És akkor elhatároztam, hogy én is, ahogy a gyes lejár, óvónőképzőbe szeretnék menni. Sikerült is, és ott helyben úgy adódott, hogy az egycsoportos óvodát bővítették kétcsoportosra, és megkérdezték, hogy nincs-e kedvem. Akkor még nem volt diplomám, de azt mondták, nem baj, majd elvégzed. És így alakult az, hogy a kétcsoportos óvodában kezdhettem, akkor 60 gyerekkel. Az nagyon jó volt akkor, mert az a 74-75-76-os demográfia hullám jött, és akkor kétszer 30 fős csoportunk volt, és mind a mai napig szeretem, hiszen nyugdíjasként visszamentem óvodákba tanítani, most már 70 éves voltam a múlt hónapban, de csodálatos dolog ott a gyerekek között lenni, rácsodálkozni arra, hogy mennyire nyitottak, milyen kíváncsiak, meglátni az eredményt, azt, hogy a nevelésnek az eredménye, hogy raktározódik el bennük, hogy tudják ezeket visszaadni. Na és az a szeretet, amit kap az ember tőlük. Nyilván, hogy adunk is, de viszonozni tudják, és az megfizethetetlen. Mert az megfizethetetlen. És nagyon szívesen csinálom, ha még Istentől erőt kapok, ameddig szükségem lesz rá, a Péti óvodából is így búcsúztam hétfőn, kérdezte a vezető óvónő, hogy és várhatnak a következő évben is. Mondtam, ha élek, és tudok járni és mozogni, akkor igen, mondok. Ez a díj egyébként vajon mennyire tudja felszínre hozni, bemutatni akár a nagyobb közösségek számára azokat az értékeket, amit ön szerint ez a szakma, az itt elvégzett munka a társadalom számára nyújt? Először jó magam, talán azt hadd mondjam el, nem akartam elhinni, hogy engem erre a díjra fölterjesztettek. Még most a 8-as úton, amikor jöttünk, még akkor is azt kérdezte, a lelkésznőnk is velünk jött, és azt kérdezte, hogy izgulsz? Mondom, nem. Még mindig nem tudom fölfogni, hogy én hova megyek, és én erre voltam érdemes. És amikor elhangzottak a méltatások, hogy mi mindent csináltam végig ezen az úton, hát majd már sírtam magam, hogy tényleg ez én voltam, és én csináltam ezeket. És én azt mondom, hogy óriási dolog ez. Itt kint beszélgettem pedagógus kollégákkal, vagy kolléganőkkel, és azt mondják, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy értékelik a munkánkat, hogy észreveszik azt, hogy teszünk valamit a jövőért, a jövő nemzedékéért, és valóban csodálatos dolog.
Elnök úr, a mai ünnepélyes diátadón kiderült, hogy ötszörös túljelölés volt a lehetséges három diátadásához. Ez számomra eléggé azt sugallja, hogy komoly igény, komoly kereslet van az alapított díj után 11 évvel is. Igen, mi is ezt tapasztaljuk. 2007-ben, amikor a díjat alapítottuk, talán nem is gondoltuk, csak sejtettük, hogy egy igazi hiánypótló elismerésről lesz szó. Azért főleg a kis települések esetében korábban is előfordult az, hogy ezek a pedagógusok tulajdonképpen csak a saját közösségüktől kaptak valamiféle szóbeli elismerést vagy sok dicséretet. Mi viszont többet szerettünk volna, azt gondoltuk, hogy különösen azon pedagógusok esetében, akik nem csak az iskolában teljesítenek jól, hanem a közösségépítésben is nagy szerepet vállalnak, szeretnénk egy ilyenfajta elismerést adni. És aki emlékszik a kezdetek kezdetére 2007-re, abban az időszakban bizony napirenden volt az, hogy a kistelepülések esetében megszűnjenek oktatási intézmények. Ez tulajdonképpen egy felkiáltó jel is volt akkori országgyűlési képviselőként az én részemről, hogy szerettünk volna ennek ellent mondani és megmutatni azt, hogy milyen nagy szükség van ezekre az iskolákra. Elgondolkodtam itt az ünnepség során, hogy nyilván ahhoz, hogy legyenek bőségesen előterjesztések, az érdemes, hogyha az alapítvány ezekkel a közösségekkel, ezekkel a területekkel élő kapcsolatot tart az év többi napján is. Gondolom, ennek is van valamilyen háttere. Természetesen főleg az aktív időszakban volt ez így. Azért nem titok az, hogy országgyűlési képviselőként alapítottam ezt az alapítványt, különösen azért, hogy a civil szervezetek számára egyfajta beszélgető helyet, találkozási helyet alapítsunk. A korábbi rendezvényeink is inkább erről szóltak, a térségi tavaszi fesztivált említve, a pedagógus díjat említve, aztán a későbbiek során a települési értéktára kialakítása során a kapcsolatot. Itt is elhangzott, hogy két év szünet volt, különösen akkor, amikor már én sem lettem ilyen közösségi szereplő, de nagy öröm számomra, hogy Óvádi Péter országgyűlési képviselő úr nem akart új díjat alapítani, hanem azt mondta, hogy ezt a régi hagyományt elevenítsük fel, és folytassuk tovább. Az, hogy még most is ilyen sok ajánlás érkezik, ez pedig valóban azt mutatja, hogy egy aktív kapcsolat van a térség szereplői között, polgármesterek, szülői munkaközösségek, civil szervezetek, iskolai közösségek mind-mind kapnak felhívást arra, hogy tegyenek jelölést. És egy nagyon ritkán látható gesztus is megjelent a mai ünnepségen, hiszen meghívták a korábbi díjazottakat is. 2007 óta 33 ilyen elismerést adtunk ki. Valóban volt egy ilyen ötlet, hogy ne feledkezzünk meg a korábbi díjazottjainkról sem. Jó néhányan közülük már nem tudtak eljönni a mai rendezvényre, mások más programjuk miatt nem tudtak jönni, de így is nagyon nagy számban érkeztek a korábbi díjazottjaink, és ahogy itt el is mondtam, a meghívás ezentúl mindig szól, hiszen minden egyes alkalommal, amíg átadjuk ezt a díjat, addig sok szeretettel látjuk őket, legalább egy alkalommal legyen találkozó egy közösség életében. Új társat, ha nem is pontosan partner találtak a tankerülettel, hiszen ezen alkalommal közösen adtak át díjakat, illetve hát ők is megjelentek egy saját díja, ami azért jól jelöli azt, hogy nagyon jó irányba tapogatóztak, amikor ezt a díjat alapították, hiszen ők is valami hasonló dolgot indítottak most idén el. Igen, valóban Óvádi Péter országgyűlési képviselő urat megkereste Szauer István igazgató úr, hogy nem szeretnének külön rendezvényt, úgy látják, hogy az ő elképzelésük az a mi hagyományos rendezvényünkhöz teljesen illeszkedik. Teljesen nyitott volt a kapu természetesen, annál nagyobb öröm nincs, mint hogyha ilyen közös célok találkoznak egymással, úgyhogy szerintem a rendezvény hangulatából is látszott, hogy jó emberek jó helyen voltak. Magazin műsorunk zárásaként a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanévzárójára hívjuk kedves nézőinket. A helyszín a kamara épülete, ahol nem csak a díjakat adták át, hanem természetesen szóba került a szakképzés jelene és jövője is. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek,
és talán hadd kezdem azzal, hogy kedves itt lévő oktatók, tanárok, akiknek köszönettel tartozunk, és azok a kedves diákok, akik ilyen eredményekkel büszkélkedhetnek, és vehetik majd át azokat a díjakat, amit itt átadásra kerülnek. Azt gondolom, hogy ez a mai nap az ünnepnapok közé tartozó egyik napunk. Minden évben, évzáráskor, most már hagyományosan, ahogy Ildikó is mondta, sor kerül arra, hogy a szakképző intézményekben igazán nehéz munkát végző tanárok, gyakorlati oktatók, vagy a legkiválóbb tanulók megkapják azokat az elismeréseket, amik talán további inspirációt jelenthetnek abban, hogy ők a szakma területén tovább képezzék magukat, valamilyen eredményre jussanak, és elismerést arassanak. Azt gondolom, hogy az elmúlt 6-8 év mindenképpen egy változási időszak, és egy kedvező változási időszak a tekintetben, hogy kezd visszatérni a közgondolkodásban, kezd visszatérni a kormányzati gondolkodásban, hogy a szakképzés milyen fontos, és milyen irányokat kellene ahhoz megváltoztatni, hogy ennek az országnak a jövőben is legyen szakképzett olyan rétege, akire igazán hárul az országban elvégzendő munka oroszlán része. Mert azért legyünk őszinték, ebben az elmúlt évtizedek nem nagyon jeleskedtek, hogy ebben a irányban jó kezdeményezések szülessenek, hanem egyre inkább beluralkodott az országban az a fajta nézet, hogy az elméleti tudás elég mindenhez. Én többször is elmondtam, de most is el fogom mondani azért, hogy a néhai osztrák-magyar monarchia idején a császári család nem engedte meg magának, meg a gyerekeknek, hogy egy szakképesítést ne szerezzenek. A Habsburg Otto asztalos lett. Mert azt gondolta a császári család, hogy csak az az ember tudja megbecsülni egy ország szakgarnitúráját, szakembereit, aki egy ilyen képzésen részt vesz, és nem fog ártani annak se, aki ilyen magas rangban született, meg adott esetben egészen mást fog végezni, de azt gondolom, ezen érdemes lenne hosszabban elgondolkodnunk, hogyha akkor ez így volt, akkor ma talán újra ilyen irányt lehetne venni. A másik ilyen meggondolandó dolog, ez már a mai világból, de jó példa, hogy a Győrbe jött audis vezérek mindegyike, és ez nagyon fontos, hogy mindegyike, az először szakmunkás volt, aztán technikus, és azt követően lett mérnök, majd fejlesztő mérnök. Végigment egy olyan iskolán, amit úgy kezdett meg, hogy szakmunkásként megismerte a fogásokat. Más a képe a világról, más a képe az Audi autóról annak, aki szakmunkásként is részt vett ott a ilyenfajta gyártási folyamatokban, és az egész cég arról szól, ezt pedig azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ egyik élenjáró cége, hogy ezt a fajta tudást és ezt a kötelező gyakorlatot, ezt mindenki már fiatalon is tegye a magáévá. És nyilván ebből az is adódik, hogyha ilyen az elmúlt 20 év valahol, akkor ott a diákok is arra törekednek, hogy igen, akkor tényleg, hát akkor megbarátkozom azzal, hogy először leszek szakmunkás, utána leszek technikus, utána fogok tovább tanulni, és ezt a fajta gondolkodásmódot nekünk nagyon fontos lenne átvenni, beilleszteni. Most erre vonatkozóan, én remélem majd alelnök uráról fog beszélni egyébként, vannak is kormányzati elképzelések, hogy a oktatás rendszert úgy átalakítani, vagy ha tetszik visszaalakítani, hogy ezeknek a céloknak jobban feleljen meg. Azt hiszem, nagyon sokan olyanok is értesültek már a szakképzésben aktuális változásokról, vagy várható változásokról, akik nem érdekeltek, de akik meg aztán érdekeltek a közeljövőben a tanulásban, azok nagyon várják az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Mit tudott itt a mai eseményen tájékoztatásként elmondani? Hát a kormány elfogadta a szakképzés 4.0 stratégiai anyagot. Ennek a fő üzenete, hogy vonzóbbá kell tenni a szakképzést Magyarországon. Ennek érdekében iskolai fejlesztések várhatók fizikai és tartalmi értelemben egyaránt.
a kormány szeretné javítani a gyakorlati, elsősorban a gyakorlati oktatók, de a pedagógusok érdekeltségét a szakképzésben, és a diákok pedig általános ösztöndíjat fognak kapni. Ennek a mértéke nyilván még a költségvetési vitában, a költségvetés helyzetétől függ, de ez egy jelentős mértékű ösztönző erő lehet a szakképzés választására. Azt gondolom, hogy néhány olyan intézmény típus, mint például a technikum megjelenése, az további erősítést jelent a szakképzés vonzerejében, és reményeink szerint egyre több fiatal fogja a szakma tanulást választani, hisz erre a magyar gazdaságnak ebben a növekvő tempójában óriási igénye van. És a magyar gazdaság is kulcs szerepet kell, hogy betöltsön a szakképzésben, hisz keresletorientált szakképzési rendszert kell fejlesztenünk, tehát azokat a képzéseket, azt a tartalmat, amire a munkaerőpiacnak igénye van, amit a vállalatok szeretnének, ez fontos, mert így ér össze még jobban a képzés és a foglalkoztatás. És azt látom, hogy itt Veszprém megyében a szakképző centrum, az intézmények és a gazdaság szereplői egy kiváló együttműködést valósítanak meg. Ez a duális képzés szempontjából egy fontos alap, és ezek a változások országosan és helyben is ezeket fogják erősíteni. Mik a kitűzött rövid és középtávú, ha nem is hosszú távú célok körülbelül ezzel kapcsolatban, hiszen a gazdaságnak teljesen nyilvánvaló, hogy komoly igényei vannak, munkaerőigényei vannak, de nem kifejezetten csak létszámot keresnek, hanem minőséget is keresnek, tehát őket ki kell szolgálni egyéb szempontból is. Így van, hát 2020. szeptember 1-e a változások többségének a céldátuma. Azt gondolom, addig az OKI tartalmi fejlesztést el lehet végezni. Az OKI ez az országos képzési jegyzék. Ebben a vállalatok igényei maximálisan meg fognak jelenni. Óriási munka ez, de elvégezhető. Ahhoz, hogy a szeptember 1-én induljon, ahhoz ezt ez év végéig el kell ezt a feladatot készíteni, és jogszabályba is át kell vinni. A finanszírozási rendszert is, az ösztöndíjat is nyilvánvalóan föl kell építeni, aztán lesz olyan feladat, olyan folyamat, amely a következő években realizálható. Gondolok itt mondjuk a iskolafejlesztések fizikai megvalósítására, ez nyilván nem azonnali megvalósulást jelent, de a technikum intézménye a szeptember 2020. szeptember 1-től megjelenik, ahol a tanulók 5 éves osztatlan képzésben sokkal gyakorlatorientáltabb és nagyobb szakmai tudást jelentő technikusi oklevelet fognak kapni, amire a munkaerőpiacnak óriási igénye van. Az oktatásnak a mérőszámait tekintve egyébként önöknek mi körülbelül az eredményességről a negatív és vagy a kedvezőtlen forgatókönyvvel és a kedvező forgatókönyvvel kapcsolatos elképzelései? Hát örvendetes, hogy 2019. szeptember 1-től hosszú évek után először javult a szakmát választók aránya Magyarországon. Ez egy komoly fordulat, és azt reméljük, hogy ezekkel a változásokkal ez tovább erősíthető. Ausztriában, Németországban a gyerekek 80%-a szakma tanulást választ, 20%-a általános gimnáziumi tanulást. Nálunk ez az arány lényegesen rosszabb, bár javuló a arány, de nagyjából egészéből egy 63-64%-os szakmatanulás és a fennmaradó 37-38%-os általános gimnázium. Nagyjából egészéből ezt tovább szeretnénk erősíteni a szakmatanulás javára. És fontos kérdés az is, hogy a szakmák tanulók, főleg a technikumi iskolarendszerben tanulók számára nyitottá kell tenni a felsőoktatás intézményét is. Ezen megint csak dolgozni kell, hogy azért megfelelő minőségi kritériumok is legyenek, de a szakmát tanulók egyenlő eséllyel léphessenek be a felsőoktatásba, mint a általános gimnáziumból érkezők. Az a meggyőződésünk, hogy egy jó mérnök az alapvetően egy jó szakmunkásból lesz. Ha lehet erről már valamit tudni, vannak a rendszerben olyan garanciák, amik esetleg azt szavatolhatják, hogy az így képzett munkaerő az a magyar munkaerőpiacon helyezkedik el? Hát ez egy nehéz kérdés. Nyilván fontos a minél magasabb szakmai tudás, fontos a nyelvtudás. Ezek alapján a kísértés mindig megvan, hogy a fiatalok a környező európai országokban jellemzően esetleg munkát vállaljanak. Önmagában ezt
nagy problémának azért nem tartjuk, főleg akkor nem, hogyha hazajön, tehát úgy, ahogy régen a mesterek elmentek kicsit világot látni, tapasztalni, de aztán visszajöttek. Ezen dolgozni kell, ennek a alfája, omegája, hogy a gazdaság képes legyen megfizetni a szakembereket. Látható, hogy ez évben is a béremelkedés az 10% fölötti, tehát a gazdaság szereplői érzik, és tudják, hogy jó szakembereket csak magasabb megfizetett javadalmazással lehet megtartani. Elnök úr, nagyon sok éve beszélnek már önök a kamara arról, hogy erre a szisztémára, a szakképzés rendszerére nagyobb figyelmet kell mindenkinek, az összes szereplőnek fordítania. Ön itt a mai rendezvényen hogyan értékelte az elmúlt egy évnek az eredményeit, akár a oktatás kimenetével kapcsolatban, a diákok eredményével kapcsolatban és a generált változásokkal kapcsolatban? Hát ilyen többféle érzés kevereg ilyenkor az emberben. Ugye egyrészt nyilván az, hogy a megyét elehezzük a többi megyár hangsorában, hogy hogyan is állunk mi tulajdonképpen a szakképzésben. E tekintetben van egy kiváló eredményünk, hisz a nemzetközi versenyekben is, az országos versenyekben is Veszprém megye azzal, hogy például az elmúlt évi szakma kiváló versenyében három érmezett is van, egy aranyérmes, egy ezüstérmes, meg egy bronzérmes. Ez azt mutatja, hogy a megye jobban áll, mint a többi megye, ahol tetszik. Ugyanakkor meg az is igaz, hogy ha megnézzük azt, hogy a beiskolázások tekintetében hogyan állunk, akkor bizony az az igazság, hogy a hármasnál gyengébb tanulmányi eredményűek mennek nyolcadikból a szakképzésbe. Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy ország jövőjét erre lehet alapozni. És ehhez szemléletváltozásra van szükség, hogy érezzék a szülők elsősorban, meg talán azok a tanárok, akik az általános iskolában felelnek azért, hogy milyen hangulat teremtődik, és egyáltalán mi lesz az a kimenet, amit a gyerekek választanak, és azt gondolom, hogy ebben nagyon rosszul állunk. A tanárok zöme az humán érdeklődés felé próbálja terelni a gyerekeket, már pedig reáliákból kell megélnünk, és ezt nem könnyű átvinni egy olyan társadalomnak, aki most valamiért ez a frusztráltság állapotában azt gondolja, hogy mindenáron valami távoleső dolgot kell választani a munkavilágától. És ez lehet látni, hogy a gyerekek tudatosan keresnek olyan helyeket, hogy lehetőleg minimum ne egy, hanem három állomás is elválasszon a valós munkavilágától. Majd amikor leérettségizett, akkor megjelenik többek között nálam, aztán erre-arra, és hogy ő szeretne dolgozni, és hát mit szeretne dolgozni? Hát ő valami adminisztratív munkára gondolt. Hát és nem hiszik el, hogy a világ úgy változott meg, hogy ilyen adminisztratív munka már nincs. Mindenkinek van egy laptopja, aztán aki olyan mérnöki munkát vagy valamit végez, az megírja a saját kis levelét, tehát ez a kávéfőző meg gépelő szakma, amit itt bizonyos kör elképzel, az már nem létezik. És meg kéne azzal barátkozni, hogy alkotó munkára van szükség egyébként, és hiába akar megmenekülni valaki ettől, nem fogják megfizetni. Tehát az, hogy ott hogyan lehetne elbújdokolni a többi között, és ne legyen felelősségem, ne legyen konkrét feladatom, de csak úgy el vagyok, ezzel a társadalom ma még nem néz szembe, szomorú egyébként. Most azzal, hogy a technikus képzés visszaáll, talán az egy eredmény lehet, de hát én valamikor technikumban végeztem, akkor az volt a technikumok nagy előnye, hogy az a társadalmi rend oda száműződ bizonyos régebbi háromkeresztes meg ilyen-olyan jelölt tanárokat, akiknek megvolt a képességük, képzettségük, rátermettségük minden ahhoz, hogy jó iskolákat teremtsenek. Hát most, ha valami hiányzik, akkor a leendő technikumokhoz ez a fajta tanerő hiányzik. És ehhez bizony az kéne akkor, hogy a vállalatokhoz elmenni, megnézni azokat az embereket, akik képesek iskolát teremteni a szónemes értelmi, elmenni egy-egy technikumba, és a gyakorlati képzést, a szaktárgyak képzését fölvállalni úgy, hogy ez érdemi legyen. Ez azt gondolom, hogy egy óriási feladat lesz a következő 5-10 évben. De ezt nem lehet megúszni, másképp iskolát nem lehet teremteni. Ugyanakkor van egy
ha úgy tetszik, olyan múltja bizonyos intézményeknek, amire lehet alapozni. A Veszprémi Vegyipari Technikum jogutódjaként működő mai intézmény, ez szakképzésben minden, amit fölvállal, azt eredményesen képes csinálni, mintha a falakból még sugároznának a régi igényszintek. És ez nagyon fontos lenne, hogy ez valahogy föltámadjon újra igényszintjén is, meg talán majd a családok részéről az érdeklődés szintjén is, hogy oda küldöm a gyerekemet. Ma már lehet azért ilyenekkel találkozni, csak nem elég számban. Hagyomány az is ezen a rendezvényen, a szakmai tanévzáron, hogy díjazzák a legkitűnőbb eredménnyel évet záró, illetve szakmát szerző diákokat. Gondolom ez számukra egyébként részben egy nagyon nagy megerősítés a pályájukkal kapcsolatban. Önök számára mit jelent ez a kitüntetés, és kiket mi alapján tartottak érdemesnek? Nyilván ezt nem a kamara dönti el, hanem mi megkeressük az intézményeket, az intézmények igazgatóit, tanárait, és úgy próbálunk meríteni, ahogy tetszik, és az ő javaslataikra építeni. Az iskolák vezetőinek meg azért láthatóan nagyon fontos az, hogy ők úgy tudjanak kiválasztani, hogy a következő évfolyamokból az példát jelentsen. Tehát azért itt a kiválasztás rendje, ahogy tetszik, az adja magát. Nem engedheti meg magának egy igazgató, egy adott szakirányú igazgató helyettes, hogy ne a legjobbat válassza, és úgy érzem, hogy ma már itt az itt lévő gyerekeken is látszik az, hogy ők büszkék arra, hogy ők elértek valamit. Ez nagyon fontos, hogy ez a többiekre is valahogyan hasson. Azt gondolom, hogy ez a hatásban már érződik. A mai rendezvényre olyan előadót hívtak meg, akinek a témája, azt hiszem, a szakképzésben szereplő összes szereplőt nagyon érdekli. Gondolom ez nem véletlen. Nem, hát mi szoktunk erre igényt tartani egyébként, hogy Bihar Tamás, mint országos kamarai alelnök, aki ennek a témakörnek a gazdája, jöjjön el. Egyrészt azért, mert benn van a napi folyamatok közül mindenféle minisztériumi tárgyalásba, a jövő útjainak a kigyúrásába. Másrészt meg azt gondolom, nekünk is fontos, hogy folyamatosan ez a kapcsolat úgy alakuljon, hogy mi ezeket a tudásanyagokat tőle átvehessük, és azt itt minél előbb valahogy az érvényre juttassuk. Hát gratulálunk, azt hiszem, hogy azon kívül, hogy ti boldogok vagytok, és te boldog vagy, mindenki boldog, mert itt mindenki a szakképzésnek a minőségében érdekelt, és talán az ilyen eredmények és a te általad elért eredmények azok, amik a leginkább bizonyítják azt, hogy érdemes ezzel a munkával foglalkozni, fiatalokat fölnevelni. Te érezted egyébként a tanulmányod folyamán ennek a felelősségét? Hát igen, éreztem, mert jó szakemberből hiány van, és jó szakembernek lenni megéri a mai világba, mert jól megfizetik az embert. És hogyha az ember egy jó szakmát választ, azzal igazából az egész életét már úgymond megoldja. Szóval nem lesz neki gondja az élete során. Rengeteg tapasztalatszerzésre van, azt gondolom, szükség ahhoz, hogy ilyen magabiztosan kijelenthesd azt, hogy te az te karriered sinem van. Ez azt jelenti, hogy jelentős kompetenciáid vannak valószínűleg azzal kapcsolatban, hogy te a saját karrieredet innentől kezdve képes vagy önállóan menedzselni? Még nem, még kell még tapasztalatot szerezni, jó pár évig még hát nem tudnék egyedül dolgozni, még kell ugye gyakorlat, de igen, az a tervem, hogy majd szeretnék vállalkozást nyitni, és egyedül szeretnék majd dolgozni. Szakmai sikert értél el a tanulmányait folyamán, nyilván ennek is köszönhető a mostani előterjesztés és díj. Mesélnél nekünk erről az eredményről? Az országos verseny negyedik lettem, aminek a pontos neve a Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Ezt Budapesten rendezték a döntőt, és itt értem a negyedik helyezést, de ezt még megelőzte egy középdöntő és egy elődöntő. Milyen egyébként a saját korosztályoddal, illetve azokkal találkozni, akiknek hasonlóak a problémáik, hasonlóak a kihívásaik? Inspiráló? Igen, azt mondom, hogy igen. Miben? Hogy együtt oldjuk meg a problémákat, hogy nekik is van problémám, nekem is, megbeszéljük és megpróbáljuk együtt megoldani. Itt elhangzott a mai eseményen is, hogy változások várhatóak a szakképzésben. Nem tudom egyébként, hogy ti számotokra, diákokra marad valamilyen emlék azzal kapcsolatban, hogy az az időszak, amikor ti az iskolát jártátok, az milyen volt, milyen problémákkal küzdött esetleg az intézmény, esetleg az oktatás, vagy ti azért egy védett burokban élhettétek végig ezt a pár évet? Mi szerintem igazából a jó dolgokra fogunk visszaemlékezni, a rossz dolgok azok majd el fognak alványulni, úgyhogy szerintem, hogy 5-10 év múlva csak a jó dolgokra fogok emlékezni itt az oktatás minőségéből.
Vannak olyan kimagasló tanárkollégák, akiket itt egyébként korábbi interjúban is említettek, hogy szerencsére van még egy ilyen generáció, aki szeret szakmát tanítani. Vannak ilyen emlékezetes figurák, ha így visszaemlékezel? Igen, a mostani szakmai tanárom és az osztályfőnököm, ők nagyon emlékezetesek lesznek számomra, mert nagyon kiválóak, mint emberként, mint szakmailag. Magazin műsorunk végén köszönöm szépen nézőink figyelmét, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét, jó szórakozást kívánok, munkatársaim nevében is elköszönök, viszontlátásra!